Üdvözlök mindenkit a harmadik résznél, folytatjuk a textúráltságot, illetve pontosabban azt a, annak a bemutatóját, hogy hogyan lehet ö, megoldani azt, hogyha egy ecsettel dolgozunk, akkor az képes legyen visszaadni az alatta lévő papírnak a textúráját, vagy felületét. Itt most azt láthatjátok, majd mindjárt ö, csak egy részlete látható. Azt láthatjátok, hogy megpróbálok változtatni a különböző színeken, illetve igen, szaturáció, világosság, illetve a színváltoztatás, az árnyalatok megváltoztatása, ezekkel még tovább lehet fokozni a hatásokat. Ezen kívül ugye, hogyha, ahogy mutattam, ki lehet még külön jelölni ezeket a rétegeket is, vagy léjereket, bocsánat, amiket még, amikkel még külön lehet dolgozni. Na most itt egy ilyen effektet láthatok, ami, hát ugye ha több réteget pakolunk egymás alá, akkor itt bizony a felső réteg az nem takarja el az alsót. Ugye ez a módozat beállítástól is függ, természetesen, vagy attól, ugye, hogy a legfelső réteget, amire most ezek a kis színformák kerültek, ezek azt hogyan állítjuk be. hogy több léért is létrehoztam, hogy látjuk azt, hogy mindegyik átlátszik az alsó, átdereng az alsó réteg alól. Ugye ez is, ez is egy plusz hatást ad, ezt bele kell természetesen kalkulálnunk a munkánkba. Nos, van egy második, másik ö, variáció. Itt ö, ezeket, ö, hát ugye mivel ezt tegnap készítettem el, itt meg is mutatom, hogy milyen beállításokkal. Szintén az alsó mindig multiply. A felsőt azt lehet változtatni, ízlés kérdése. És ö, hogyha itt ö, például alapakolunk egy léért, és arra szeretnénk valamit rajzolni, vagy elkészíteni egy szint, akkor itt meg pont a fordítottja látszik, nem hogy átlátszódna alóla, hanem még ráadásul rendkívül halványon látszik is. Tehát itt fordítva kell eljárnunk, ami ugye alsó rétegeket készítjük el először, és erre helyezzük fel a felső rétegeket. Ez mondjuk izgalmas lehet, teljesen jól tudjuk ezzel improvizálni vagy utánozni, például az akvarel, ugye mert az akvarel technikának pont ez a lényege: az alsóbb rétegek fölé helyezünk el különböző rétegeket, amelyek ugye átlátszóak egymás fölött. Itt mutatom, hogy milyen ecseteket használtam ehhez a képhez, és a Gritnek itt van ez a nagyon jól sikerült és rendkívül jól működő csomagja. Ez igazából, ezek olyan stamp ecsetek, amelyek, amelyekkel konkrétan vonalat nem lehet húzni, de textúrákat viszont rendkívül jól lehet létrehozni. És akkor itt van egy harmadik beállítás, itt ugye megmutatom, hogy a felső layer, ugye itt ez mindig multiplá, és a felső léért lehet változtatni. Ennél a harmadik beállításnál viszont tökéletesen működik a hagyományos módszer, hogy a egymás fölött lévő rétegek jól fedik egymást, és az alsóbb rétegekben létrehozott vonal vagy folt, az ugye nem látszik, hogyha fölötte van bármi bármilyen forma. én itt közben az történik, hogy annál az ecsetnél ragadtam le, ami, amit az előbb amivel igazából csak textúrát hozok létre, és ezért nem működött, vagy legalábbis furcsáltam ezt a dolgot. Ugye látjuk most itt, hogy az alatta lévő réteg az nem tűnik át semmilyen módon, nem is halvány, és nem is ö, látszik át a felső réteg alól. Tehát ez egy ilyen harmadik típusú beállítás. Itt jól látszik az, hogy a színek alapján is, például ez a piros, amit a jobb felső sarokban láttok, az megközelíti ugyanazt a szint, de ö, egy picit ö, más az árnyalata, illetve hát a hatása, mint a többi színnek. Itt mutatom azt, hogy mivel hoztam létre a textúrát. És akkor nézzük meg akkor ezt a ö, orosz grafikus által létrehozott ö, papírt. Itt beállítjuk a Multiply-t az alsó rétegben, ezt a Felsőt invertáljuk, és hát általában a screennel kezdünk, aztán természetesen át lehet váltani. Jó, szintén létrehozunk egy grupot, és akkor már. Ö, Behozhatjuk az alsó réteget, és valamilyen ecsetet kiválasztva, most már természetesen nem tudatosan, gondolva arra, hogy ez mi lesz, elkezdünk rajzolni. Na kérem, hát itt egy érdekes ö, dolgot láthatunk. A jobb felső sarokban egy piros, viszonylag piros szín látható, és ami itt viszont megmaradt, illetve hát amit látunk, az egy ilyen egészen érdekes ibolyaszín szín lett. Ezt persze később beállíthatjuk majd a színeknél. Most azt mutattam meg, hogy ha bár ez egy kevésbé erősen texturáltságú papír, azért itt is átlátszik a, a finom szerkezet, illetve hát a, a hajtás, amit itt a papírnál láthatunk. Ugye ez most elvileg fekete kéne, hogy legyen. Remélem mindenki jól látja. És ha visszaállítjuk az invertet, akkor igazából aztán tényleg semmi köze nem lesz az eredeti színhez. Úgyhogy maradjunk ennyiben. És akkor itt megpróbáljuk a különböző módokat beállítani a felső léjernek. Van itt ez egy elég izgalmas vöröst és feketét ad. Most kicsit távolabbról is nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ez például nagyon érdekes. Valamelyiknél természetesen, valamelyik módnál nem látszik. És akkor lesz majd itt egy olyan, amit szeretnék nektek megmutatni. Ez egy nagyon különleges öm, hát, ö, hangulat. Hoppá itt nem arra rétegre kellene dolgozni. Na jó, itt most már rendben vagyunk. Itt ez a rendkívül erőteljes színű papír, előtt ezek a színek, amiknek persze természetesen úgy néz ki, hogy a komplementereit kapjuk, ad egyfajta ilyen nagyon erőteljes, fóvos, vagy ilyen vad hatást, ami persze, ha valakinek tetszik, akkor nyugodtan alkalmazhatja ezt is. Azt, azt mutatom meg itt, hogy például a fehér, ha fehéret használjuk, akkor nem fehéret kapunk, hanem a papír színét. Olyan, mintha kiradíroznánk a különböző eddig elkészített rajzunkat vagy festményünket. Itt egyébként ugyanez az elv működik. Jó, megnézzük az ecsetet, leellenőzik, hogy melyik az a layer, amiben dolgozni szeretnénk, és itt is ugyanez a effekt látható. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, szintén bele lehet kalkulálni az alkotásunkba. Ezzel búcsúznék is, ez a harmadik egyben utolsó és befejező része ennek. Sziasztok, viszlát, legközelebb találkozunk!